Kevés hanggal, de újra itt vagyok. Ma nem játszani fogunk, hanem tier listát fogunk alkotni. Miután meghallgatom, hogy mennyire jó a hang. Na, hát a háttérzen is hallatszódik valamennyire. A hangom is hallatszódik, az is hallatszódik. Nagyon szuper. Bár ezt lehet, hogy amikor van hangom, akkor kéne csinálni. De annyira régen emlegettem már, hogy kéne csinálni egy Ratchet & Clank ranglistát, ahol az összes mindenséget rangsoroljuk. Csak mindig lusta voltam megcsinálni a tier listán. De most találtam egy oldalt, ahol fönt van minden. Bocs, ez hozzátartozik. Vártok, megpróbálok valamit. Jobb nem lesz, de próbálkozni már csak szabad. A tegnapi teázás nem ért valami túl sokat. No! Hát nem lesz egy hosszú videó, de kezdjünk is bele. Na nézzük. Ez itt a harmadik játékból a rakétavető. Ennek mondtam, hogy az volt az egy baja, hogy nem volt hőkövetős, vagy nem követte a célpontját. Szóval ez... has. Következő, azt hiszem ez a hármas játékból a Snipernek a második változata. Vagy az első. Vagy a második. Ez már részlet. De sose tudtam normálisan használni. Nagyon, nagyon réteg fegyver. Annyira nem is szerettem, szóval ez nálam csak C is. Ezt a kettőt ide rakom D-be, mert ez már a következő játékoknak a fegyvere. Aztán a második játékból a bárány készítő. Hát ez egy nagyon mellékfegyver volt, szóval szinte értékelhetetlen. D, ez halott egy fegyver. Az első játéknak a kis pisztolya. Hát az első játékból nem hiszem, hogy túl sok fegyvert fogunk fölrakni. Viszonylag sok töltény volt benne, ezért legyen a... No, a második játéknak a shotgunja továbbfejlesztve. Semmivel nem volt jobb, mint a sima alap shotgun, szóval mind a kettő B-s. Nem tudok jobbat adni rá. No, az első játékból a kis bomba dobáló. Ez is B-s. Nem volt annyira túlzottan jó. Hát ez nem tudom melyik játékból, de a kis bombavetős az tökéletes. Ez tökéletes. Főleg, hogyha lehet használni hozzá a kis cheatet, hogy ütsz, és utána újra lövöd, akkor instant lehet vele lőni. Szóval... patent. Az egyik legjobb fegyver. Ez remélem nem hallatszódik be nagyon. Aztán... a diszkosz vető... melyik játékból? A másodikból. Így van. Hát ez is B-s. Bár a csatornás résznél nagyon hasznos volt. A tír. Ja. No. Rakétavető továbbfejlesztett változata. Hát... szia, Máté! Hát sajnos ma nem azzal játszunk. Most egy picit visszatekintünk a múltba, és az előzőleg végigjátszott Ratchet & Clank játékoknak rangsoroljuk a fegyvereit, de
holnap ugyanitt folytatjuk a Jack and Dextert. Szóval, ha érdekel a Jack and Dexter, akkor holnap ugyanitt jól meg tudod majd nézni. Programajánlónkat hallották. No, vissza a rakétavetőre. Hát ez semmivel nem jobb, mint a másik rakétavető, max annyi, hogy lehet a két ravasszal célozni. Köszönöm szépen a követést, már meg is érkezett. Jaj, köszönöm, szuper. No. Ez a második, vagy az első játékból a kis fölfújhatós cucc. Hát ezekkel lehet falakon átbagolni. De estír mégse lehet, mert annyira nem túl hasznos. De csak azért, mert a falakon át lehet vele menni. Az első játék rakétavetője. Hú, hát ez jobb volt, mint a hármasnak a rakétavetője, mivel ez hőkövetős volt. Viszonylag lassan lőtt, de azt hiszem egy hitelt minden, szóval... Amit tudnia kell, azt tudta. Szóval es. Masszívan es. Igen. No, hármas játéknak a diszkosz vetője. Hát az első tierje még bés. Ennek a második tierje sokkal jobb volt, mert egyszerre többet tudott lőni, és többet is pattant. És a pattanás után hőkövetőssé változott, viszont nyílt terepeken nem volt túl hasznos, ezért B. Ez az első játéknak a kis robotjai. Hát nem voltak túl hasznosak. Ja, és ezek nem is lőttek, hanem beidézted őket, és rámentek a célpontra. Hát ez gatyesz. Ez nem adja. Ez a Deadlocknak a két fegyvere. Ezt ez a baj, még nem tudjuk értékelni, mert ez a következő játékban van. A Sniper. Hát ez még mindig C-s. Nagyon ritkán lehet használni, és akkor is csak nagyon rétegben. Sorry, lecsekkoltam a hangot. Újra Sniper, viszont azt hiszem ez a következő játék, szóval ezt ugyanúgy lejjebb rakjuk. No, ez a harmadik játéknak a kis robot kesztyűje. Jaj, én nagyon szeretem a kis robotokat, túl elfogult vagyok velük. Viszont a maxos fejlesztésük miatt nem lehetett látni a mappot, mivel ők is ilyen atomrobbanást követtek el, de... Hát az első változata még as, de a következőt biztos, hogy lejjebb rakom, mert annyira nem voltak erősek. Ez lehet az a második játéknak a bombalövője? Azt hiszem. Ha igen... Akkor... B-s. Nem volt annyira erős. A játék legelején használható, de... Nem adja. Hát ez ugyanúgy STR. A buggal, hogy gyorsan lehet vele lőni, abszolút. Főleg, hogy hőkövetős a kis bombácskái. Masszívan es. A második játéknak a továbbfejlesztett alap kispisztolya. Hát, egyik játékban se túl hasznos az első pár pálya után, szóval... C. Nem használtam. Jaj, a denevér fegyver! Nagyon elfogult vagyok vele, mert ez a kedvenc fegyverem az összes játék közül. Szóval... Masszívan es. Főleg a továbbfejlesztett, amikor már hármat lő. Nincs jobb. Őt rakom előre. Best. No. Jaj, a pajzsos kesztyű. Hát nem túl sok értelme van. Azt kell, hogy mondjam, ennek semmi értelme nincs a világon. Nagyon picit sebez, nagyon picit véd. Nem lehet használni. C. Max C. Ez a következő játékok fegyvere. A takony fegyver. Nem. Ez a második részből a időzített bomba.
ami kilövi előre és szép lassan száll. Hát, C. Viszonylag nagyot sebez, de... Nem lehet használni. C. Nem. Ez azt hiszem a portál fegyver a hármasból. Ha az, akkor S. Bár picit túl OP, szóval az S-ben nagyon erős, de hát máshova nem tudom rakni. Az best. Főleg, hogyha egymásra stackeljük a portálokat, és már mindent is beszív. Masszívan nagyon jó. Anyák a fegyver a hármasból. Hát ezt sem használtam túl sokat. Viszont a második változata az már hőkövetős is. Az ellenségeket is egymás ellen fordítja, és sok ellenfelet tud egyszerre. Hát... B. De jó indulattal B. Már csak azért, mert az elsőtől C-be raktuk, szóval B. A kis robotok a második játékból. Hát voltak valami erősek, B. A második változatuk még dobált bombácskákat, de... Bár akkor ezt a kesztyűt is lejjebb hozom, mert a kis robotok nem voltak annyira jók. Ja. A második játéknak a kis pisztolya. Borzalom. De használhatatlan. Hoho, a második játéknak a láva fegyvere, és az első. Ezt meg kell ajándékozni, mert nagyon jó volt. A sebzése is kiváló volt. És az, hogy lehetett húzni a lövését, vagyis ilyen csíkba lőni, abszolút, a kis ellenfelek ellen 10/10. Ez a következő játéknak a fegyvere, szóval az a baj, ezt még nem tudjuk értékelni. A harmadik játéknak a láva fegyverének a továbbfejlesztése. Azért az, mert... Mert nem fagyaszt egyből. Vagy fagyaszt egyáltalán? Túl sokat nem használtam, csak az arénában, amikor épp rámosztotta a játék, szóval... Legyen a... Igen. Ezt gyors behozom ide előre. Jaj, ez következik? Igen. A második játéknak, a láva fegyvernek a továbbfejlesztése. Borzalom! Elveszi a láva fegyvernek az értelmét. Projektálra cseréli a húzható lövést. Borzalmas! Ez a legrosszabb fejlesztés bárminek. Ah, borzalom! A második résznek a rakéta fegyvere. Vagy az elsőnek? Ez szerintem a másodiknak. Az viszonylag erős fegyver, sok töltvény van benne, de nem túl kimagasló. De mégiscsak mert sokat használtuk. No, a harmadik játéknak a kis turettjei. Hát ők sem voltak valami hasznosak. Ugyanolyan hasznosak voltak, mint a kesztyű, szóval így párba egymás mellett tökéletesek. Ez azt hiszem a kis robot kesztyűnek a továbbfejlesztése, ami rosszabb, mint az első változata, mert a kis robotok vakítanak. Azzal az atomrobbanásos lövéssel nem lehetett semmit látni. Addig meg totál be lehetett kapni pár sebzést, főleg a hero módban, amikor már számított, hogy ne kapjunk sebzést. Szóval, következő. Ez azt hiszem a második részből a robbantós. Ide rakjuk a másik mellé, mert ugyanúgy használhatatlan volt. Nagyon drága volt a továbbfejlesztésem, és ugyanúgy nem sebzett semmit late game-be, amikor már az ellenfelek is erősek voltak. Szóval... Nem, ez a fegyver nem volt jó. Aztán
Hát az első változata a második részben lévő rakétavetőnek. De mind a kettőt egyen lejjebb hoznám, mert egyik se volt olyan erős, hogy fölférjen az alba. A harmadik résznek a rakétavetője kicsit erősebb volt és gyorsabban lehetett vele lőni, szóval az befér. Már ezt meg lehetett stackelni és egyszerre többet lőni. De annyira nem volt az jó. Ja. Maradott ahol van. Kövi. Ez milyen fegyver? Ez az első részből van. De ez nem a Duda fegyver. De ez is valami átváltoztatós. Nem tudom, lehet, hogy a Deadlockból van. Szóval ezt valószínűleg nem tudjuk még értékelni. Következő. Ó, a kis tureteknek a továbbfejlesztése. Nem lettek jobbak. Follow for follow. Mindig ez. Midnight ez. Hát nem használok túl sok Twitch-et, szóval ha szeretnél bekövetni, nyugodtan. De a visszakövetést nem tudom garantálni. Sorry. Következő. Ó, a harmadik résznek a diszkosz vetője. Kimondottan jó fegyver, főleg, hogyha tud pattogni, mert utána már nyomkövetős is. Szóval... Ó, ezt a fegyvert szerettem. Kövim. A diszkosz vető továbbfejlesztése a második részből. Nem érzem erősebbnek a továbbfejlesztését. Hol van az első változatom? Na, látja valaki? Itt, ott, itt. Na mindegy. Ja, itt van. Nem. Na mindegy, ezt nem találom, de B. A csatornás pályába fasza volt. Azt adom. Oda tökéletes. A többi helyre annyira nem. A harmadik játéknak a kis pisztolya. A játék elején használható, a második pálya után pedig ki lehet dobni a kukába. Akár tovább van fejlesztve, akár nincs. Akár ráz, akár nem. Kuka. Sajnos nem tudok vele mit kezdeni. Kövi. A továbbfejlesztett kis pisztoly a harmadik részből. Ezt még mindig nem tudom hova tenni. Értékelhetetlenek a kis pisztolyok. Nagyon gyengék. Valamennyit kellett volna rajtuk erősíteni, hogy lehessen használni az első pálya után is, de... Nem, értékelhetetlenek. A nitró fegyver a harmadik részből, szóval a kis bombavető. Hát masszívan B. A második pálya után ezt se lehet nagyon használni, mert ugyanúgy nagyon gyenge. És ugyanez mondható el a továbbfejlesztéséről. Nem lesz sokkal erősebb, mert amennyivel erősebbek lesznek az ellenfelek a következő pályákon, ez a fegyver pont ugyanannyira gyenge rájuk. Szóval az lenne a lényege, hogy levigyen mindent egyszerre, de... Nem bírja. Gyenge. B. Kövi. Ezt újfent nem tudjuk értékelni, mert a következő játékban van. Ezután... Ez nem a portál fegyver, szóval kerül lejjön. S. A wrench, a kis kaszaboló, S. A legjobb fegyverek közé tartozik. Oké, hogy... Nagyon közéharci, és nem lehet vele semmit csinálni, de el lehet dobni, lehet vele ütni, viszonylag nagyot sebez, és amikor megvan az, hogy a földbeütése széttör minden, bár ezt inkább ilyen extra weaponnek tartanám, szóval... Szia Varga! A Ratchet & Clank-nek már viszonylag sokszor megígértem, hogy csinálunk egy ilyen kis rangsorolást a... fegyverekről, pályákról, ellenfelekről, szóval... Hát a játékhoz most egy picit fáradt vagyok, szóval gyors összedobjuk ezt a ranglistát. Itt tartunk fegyverek ügyileg. Kb. Most kezdtük el, szóval nem maradt el le túl sokról. No, következő. A harmadik játéknak a kis elektromos fegyvere.
Hát az első változata se nem pattog, se nem ráz, ezért masszívan C, viszont a továbbfejlesztése, ahogy megy, maga körül megráz mindent, és viszonylag jót is sebez, főleg, ha még a középső projektár rész el is talál valakit, akkor még jobban sebez, szóval a masszívan a... Hát... Inkább használnám az alapweapont, a wrenchet, mint a lasszót, szóval C. Nem tudom. Nem tudom értékelni. A második résznek a snipere. De ez ugyanúgy hit and miss. Nem. A snipereket nem tudom hova rakni. Nem lehet használni őket. Max az achievementek megszerzésére. Csak és kizárólag oda lehet használni őket, szóval... Az első résznek a kis... flamethrower... Hogy mondják magyarul? Tűzvető. Hát a kis közelharci ellenfele kellem viszonylag hasznos volt, de nagyon kevés lőszer volt benne. B. Annyira nem volt rossz, mert használni lehetett. Meg nagyon... Hát kellett is használni, mert a kis ellenfeleket sokkal könnyebb volt vele leszedni, szóval B. A lasszónak a továbbfejlesztése nem érzem sokkal erősebbnek. Oké, hogy lő egy kis csíkot maga elé, de nagyon gyenge is, és nagyon kevés benne lőszer. Nem szeretném. A csirkévé változtatós fegyver. Jaj, a végére nagyon megtetszett. A hangja abszolút király, szóval... A továbbfejlesztett változata a B, az első C, nem egy túl hasznos fegyver, de a továbbfejlesztése fun, szóval az többet kap. A portálvető fegyver, mind a kettője S, ezt egyben értékelem, mert mind a kettő pont ugyanaz. Ha egyszer be tud szívni valakit, vége, meghalt. És a nagy ellenfél akkor is beszívja, mert lesebzi. Best, legjobb. Túl OP is. Nagyon fasza. A harmadik résznek a Rino fegyvere. Nem tetszik. A kinézete sem. A továbbfejlesztése se, hogy elvakít és nem látsz semmit. A plusz módba, amikor lényeges, hogy ne sebezzen meg senki, borzalmas, hogy nem látsz semmit. Ezt a kis robotokkal egy párhuzamba raknám. Plusz a Rino fegyverek közül is a legrosszabb. Nem tetszik a dizájnja se, szóval nem tudom följebb rakni. A második résznek a Rino fegyvere. A továbbfejlesztése se jobb, de maga a dizájn, meg hogy gyorsan lehet vele lőni, és főleg, hogy ilyen kis robbanós projektálokat lő. Ez tetszik, ezt szeretem. No, hát a hármas játéknak a Rino továbbfejlesztése. Siralmas. Egy végtelenül OP fegyvert továbbfejleszteni. Nem látom értelmét, ez rosszabb, mint az első változata, mert még jobban vakít. Jó, nem vakít jobban, de kicsit kevésbé se, szóval gagyesz. Az első játék Rino fegyverem. Viszonylag lassan lő. Oké, hogy megöl mindent elsőre, de nem nyom sokat alakba. Az összes Rino fegyvernek az a lényeg, hogy megöljön mindent elsőre. Ezt az egyet tudja, de maga a dizájn is. Hát ez az első részes lom fegyveres kinézet. Az miatt B, de amúgy nem tetszik. A következő játékoknak a fegyvere lenne, szóval annyira nem. No. A denevér fegyver a második részből. Hát az elsője fölkerült. Hova? Ide, igen, S-tír. Ez masszívan S. De az első változata annyira nem. Amikor csak egyet lő, akkor viszonylag picit sebez. És csak egyet robban.
a hord, vagy a ládákat se lehet vele szétszedni, szóval az marad a... De nagyon elfogult vagyok vele, szóval... A második játéknak a bárány fegyvere használhatatlan. Semmire nem jó. A harmadik játéknak az átváltoztató fegyvere még szó-szó, mert az csinál belőlük segítő karaktereket, de az első játéknak a báránya nem ér semmit, se a másodiké. Borzalom. Pajzsok! Ez melyik játéknak? Mert ha a második játéknak a pajzsa, akkor csak bés. Mert se nem sebzett, se nem fejlődött, se nem védett túl sokat. Nagyon gyorsan lejött rólunk, és nem is sebzett. Szóval, ha ez a második játéknak a pajzsa, akkor csak B. Ez nem tudom melyik fegyver. No, a kis shotgun. Az meg viszonylag sebzett is a második pálya után is, de... Túl erős akkor se lett. Ezt nem tudom, szóval ezt lerakom ide. Ó, Jézusom, a rázós fegyver, ennél rosszabb fegyvert. Hú, kéne csinálni egy rossz fegyver ranglistát is, mert nem tudom melyik fegyver a rosszabb. Ez vagy a... Mi volt ez előtt, ami borzalmas volt, de ez abszolút borzalom. A sniperek még mindig... Nem, használhatatlan, ez is jön ide. Nem lehet velük mit csinálni. Ez a deadlocknak a fegyvere, szóval ez kerül ide. No. A beszopkodós fegyver. Hát... C-s. Se rossz, se jó. Használni nem nagyon lehet. Viszont végtelen tölténye van, hogyha van láda vagy kis ellenség a közelbe, szóval C. A második résznek a kis robotjai. Hasznosak. Segítenek, lőnek. Egész jó, egész jó. De B-nél nem érnek többet. Ez a pókfegyver a másodikból. C-sek, nem nagyon lehet őket használni. Nagyon lassúak, robbanni tudnak, de sokkal többet nem ér. Hát a sípoló fegyver a második részből. Egyszerűen nem tudom, mire lehet használni, azon kívül, hogy ládákat tör szét, de hát azt a wrench is megtudja. Jaj, ez meg a rázós fegyvernek a továbbvált fejlesztése, mind a kettő brutál borzalmas, szóval C. D, fúj, nem. No, a harmadik játéknak a pajzsa. Mwah! Zseniális. Sebez is. Nagyon sokat véd. Sajnos a kombót nem tartja meg, igaz, de minden mást kárpótol. A második résznek a kis áramos fegyvere. Egyszer nem használtam. De jónak sem mondanám. Hát a kis aknavető fegyvernek a továbbfejlesztése. Soha nem érünk el odáig. De azt a fegyvert nem lehet továbbfejleszteni. Annyira lassan lő, annyira nem sebez semmit, hogy nem lehet vele ellenségeket legyilkolni, szóval... Használhatatlan. D, C, C. Így van. Ez a következő játéknak a fegyvere. Szintén a pajzs fegyver a harmadik részből. Még mindig használhatatlan. Sniper. Off. A második résznek a kis kilőhető irányítható rakétája. Az viszonylag nagyot is sebzett. Nagyon lassan lehetett az ellenfeleket megölni, viszont végtelen távolról. Szóval a... Hát a játékban nem túl sokat használtam, igaz, de régen emlékszem, hogy sokat használtam, amíg bénácska voltam, és távolról le kellett gyilkolni az ellenfeleket. A Zep olyan, mint a Rino, egyből megöl mindent, de ezt csak azért rakták bele a játékba, mert föl tudták használni a HP növelőnek a mindent megölő részét ingyen. Nagyon unalmas, koncepció nélküli fegyver. Gagyesz.
ahogy ez a boxkesztyű is, akkor inkább használom a wrenchet, és... Nem, már a továbbfejlesztett változata nincs itt, de az is pontosan ide kerülne. No, ez lett a mi kis ranglistánk a top fegyverekről. Nézzük a harmadik játéknak a pályáit. No, az első pálya, az első pálya. Hát erről nem tudok mit mondani. Bemutatja az alapmechanikákat, hogy kell fölvenni a ládákat, vagyis hogy lehet széttörni a ládákat. Hát van benne egy kiugrás. Az még kimondottan élvezetes volt. B. Nagyon, nagyon egyszerű pálya. Jaj, ennek a pályának... Gondolkodok, hogy hova rakjam. Tetszett ez a pálya. Nagyon jó a dizájnja. Van rajta egy kétszerező. Bemutatja az Inferno módot is. Ott vannak azok a gyíkok. Megtaláljuk rajta Quarkot. Ez egy kimondottan jó pálya. A Phoenix S. Masszívan S. Lehet rajta majmot verni. Ez mindent elárul. Jó, nem ezért rakom S-be. Itt van egyedül páncélfejlesztés, ami kell. Itt van a játékgép. Jaj, nagyon ötletes a kis tesztpálya része. Meg itt lehet gyűjtögetni a trófeákat, szóval S. Ez a pálya, ez nagyon tetszik. Hát, ennek a pályának a feladatozós része borzalmasan monoton. Négy van egymás után, és nem is logikusak. Van rajta egy Inferno, de azt se lehet használni, mert kb. A cutscene előtt van, és ahogy fölveszed, azonnal a videó. Bár a kis labirintusos rész, ahol először kell használni az összekötögetős fegyvert, az még szó-szó, de ott is az extra csavar, hogy a pálya leges legvégére van elrakva, és két töltőképernyő után lehet megszerezni. Nem. Aréna. Maximálisan S. A legjobb arénás pálya. Hát ennek a pályának ketté bontanám, mert a taknyos része az olyan szó-szó. Viszont... Vagy ez... Jaj, ez nem a második résznek a taknyos pályája. Várjatok, ez melyik? Ó, én keverem a játékokat. Ez a harmadik részből, ahol lehet gyűjtögetni a kristályokat. A kristály gyűjtögetős része S. Maximálisan S, ez nagyon jó rész. Viszont az előtte való rész, ahol helyettünk hekkelnek, meg úszkálni kell a vízbe. Hát máshol nagyon nincs is úszkálás, szóval csak valahol beszuszakolták az úszkálós részt. Nem adja. No, hát ezt egy kiugrással kezdjük. Vannak benne csöcsök. És utána a boss is nagyon jó. Ez egy aspálya. Plusz a majom lövöldöz helyettünk. Szóval... Dupla S. Dupla A. Dupla A. Kár, hogy nincs olyan, de ez a kettő közé kerülne. Ide. Ez ide való. Így. Így. De... A tudok csak neki adni. Dex! Jaj, az óriás robotokkal nagyon-nagyon-nagyon meg lehet szenvedni. Plusz a repülős rész se olyan jó. Nem. Rossznak se mondanám. Hát az összekötögetős pálya. Nagyon felejthető. Viszonylag kreatív, hogy egy gömb pályán vagyunk. Úgy, mint a második résznek
a di... hát nem diszkós pályája, de ahol ugyanilyen kis összekötögetős van. A mini térkép is nagyon jó, hogy egy bolygót látunk és körbe lehet nézelődni. Viszont akkor már inkább ezt raknám B-be. Az első összekötögetős része annyira nem jó. Itt viszont olyan izgalmas, olyan nagyokat lehet rajta ugrálni, és úgy jobban belátod a pályát. Hát, ez a pálya csak azért került bele, hogy a multiplayert lehessen vele játszani, de... Nem, ez annyira nem tetszik. A Holo Studio ugyanígy, a... Bár ott van egy óriás klenkes verekedés. Az meg masszívan S. Legyen a Holo Studio S, viszont a klenkes részt, amikor a kis klenkkel kell mászkálni, azt C-be raknám, vagy D-be. Az borzalmas. A klenkes részek unblock olyan kis... Hát ezt lehetett volna még gyúrni, de az óriás robotos rész az nagyon felhúzza. Hát a diszkós pálya felejthető. Nagyon rövid. Annyira jó, hogy megsebezzen és elvesszen, ha éppen vagy no damage speedrunt csinálsz, akkor is kapsz sebződést és kezdheted újra. Ha csak magas a kombód, akkor is megsebződsz és kezdheted újra. Viszont itt van Courtney Love. De itt meg kell ölni és gonosz lesz, szóval szép. A hajó. A visszaszámlálós része az tetszik. Meg itt van a Quarknak a rejtélye. Ez egy jó pálya. Itt változnak át a robotkák, vagyis hát az ellenségeink robottá, és van még egy óriás robotos harcolás, és a repülős rész is viszonylag jó, szóval ez as. Ó, ez nagyon jó pálya, Crash Site. Itt lehet húzni a fegyvereket, lehet pénzt gyűjteni, nagyon sok az ellenség. Itt kapjuk meg a HP növelőt, és itt hív Quark női ruhába taxi. Nagyon izgalmas pálya, nagyon jó a dizájnja. Es, nagyon szerettem ezt a pályát. Hát ez egy újabb küldetésezős pálya, viszont ez a jobbik küldetésezős pálya, viszonylag hosszú. De végig lehet rajta futni, szóval. Ja, és a középen a majmos ugratás. Hát a Twitch-en pont nem látszik, de... Itt, a sarkában mutatom, itt. Ahogy lehet ugratni, az egész jó. Következő jeges pálya. Ó, anyám! Az, hogy le van kerítve a Quark, hogy be lehet látni hozzá, és lehet neki integetni, és odaszólni, hogy hétesó, nem engedsz be? Ő meg rezignálatlanul ül. Nem. Ez annyira átgondolatlan, hogy borzalmas. A Phoenix a támadás alatt zseniális. Annyira jó, hogy a bázis, ahol soha nem voltak enemik, egyszer csak betámadják. Ilyen az előző játékokban se volt. Mua, zseniális. Estnek nem mondanám, de nagyon jó. Korosz. Itt vannak a pici robotok, amik nagyon tetszenek. Nagyon jó a dizájnjuk. Nagyon sok csavart is lehet rajta gyűjteni. Van egy kétszerező, egy inferno, és az óriás robotok. Ja, és itt lehet kilőni először a hatalmas nagy megagiga fegyvert. Tetszik ez a pálya. Az utolsó pálya viszont nagyon felejthető. A kis békás beszélgetős részekkel főleg, hogy nagyon megakasztják a játékot. Főleg úgy, hogy már mennél végig, mert ez az utolsó pálya. Nem. No. A harmadik játéknak így néz ki a pálya ranglistája. Következő... A második játéknak a pálya ranglistája. Úgy látom, itt pont fordított sorrendben vannak, szóval kezdjük az első pályával. Ami kimondottan jó volt. Főleg úgy, hogy kétszer is felhasználták, és nem pont ugyanott mentünk. Ez volt a börtönös pálya is.
ami ugyanúgy kreatív volt. Voltak benne csapdák, ügyességi részek, az elején viszonylag jól bemutatta a pályát, és olyan extravagánsnak tűnt. Az első pályához képest tetszett. Aztán a mocsaras pálya. Annyira nem maradandó. Az összecsapós növényre még a mai napig emlékszek, és rémálmaim vannak tőle, de azon kívül egy viszonylag felejthető pálya. Aztán ez az aszteroidás pálya, hova nem tudunk visszamenni, csak egy random támadás van, de ez olyan, mintha benne se lenne a játékban. Ide vagy vissza le, sőt, ezt ennek a pályának val kellett volna összevonni. Akkor lett volna értelme, de így ez a baj, hogy nincs. Semmi ez a pálya. Értékelhetetlen. Következő. Jaj, az arénás pálya. A szerencsegépekkel és a kilőhető robottal. Zseniális ez a pálya. Nem csak az aréna miatt, maga pálya dizájn is nagyon jó. Kövi. Hát, a sivatagos motorozós pálya. Itt kapjuk meg a fagyasztós fegyvert, ami arra fele a rész. Hát, olyan kis unalmas, oké, hogy óriás felhő között kell mászkálni, meg ilyenek, de annyira nem. Az egyetlen pozitívum, hogy itt kapjuk meg a denevér fegyvert, de ennyi. Kövi, a kukás pálya, ahol Clanket össze tudjuk kaparni. Ez egy semmilyen pálya. Itt van rajta a helikopteres boss, de nagyon felejthető. Azokkal a mágnesezős részekkel se tudok mit kezdeni, mert azok se voltak a legjobbak. C. Ennyit. No. Hát ez az aszteroidás pálya a jobbik repülős. A repülős pályákat szerettem ebbe a részbe. Szóval, túl sokat nem tudok elmondani róla, a belső bázisnak, hogy be lehet menni a bázisnak a belsejébe, az is tök fasza. De ennyi. Ez csak egy simán jó pálya. Aztán a város. Hát... azért B, mert az ellenfél gyíkok a kirakatokba állnak, mint a próbabobák, és úgy álcázzák magukat. Zseniális! De ugyanúgy egy felejthető pálya. Nem túl sokat toltak bele. Utána ezen a pályán vannak a fagyasztós részek, meg ahol vannak a kis cápa lények. Nem olyan jó, mint az első részben az úszkálós rész. B. Ez egy közepes pálya csak. Hát ez szintén olyan, mintha nem is lenne benne a játékban. A repülőfejlesztés nagyon háttérbe van szorítva. Nem lehet ezzel a pályával nagyon mit kezdeni, ez... No. A havas pálya az... annak az autózós része nagyon fölhúzza, az eleje picit uncsi. De amikor megyünk az autóval, és a végén meg kell küzdeni a lány Ratchettel, az egy jó rész. Viszont csak B, mert az eleje viszonylag lehúzza. A sivatag! Zseniális! Annyira nem tudom, hogy zseniális-e, hogy S legyen, de nagyon jó. A kristályos rész, az autóval menés, zseniális. Meg a szlájdolós rész, amikor a kis repülő masinériával kell szállni a láva fölött. Nagyon tetszik. S. A következő... melyik pálya? Ez melyik pálya? Ahol Clank óriás robottá változik, az nagyon jó. Imádom azt a pályát, ez egy jó pálya. Ezen a pályán van fejlesztése az armornak, a páncélnak. Plusz viszonylag sok csavart is lehet összegyűjteni, ez egy A-tier. A következő aréna.
Ez is maximálisan S. Látszik, hogy ezekre a pályákra nagyobb hangsúlyt fektettek, ahol van resourcement és lehet gyűjtögetni. Azok a pályák nagyon el lettek találva, plusz ezen a pályán van az a verseny, ami még élvezhető is. Maximálisan szuper fasza. Hát ez a második repülőzés annyira nem lett jó. A küldetések jobbak, mármint ezek küldetések, az előzők csak ölj meg X mennyiségű enemit, de itt legalább tényleg kell csinálni valamit, szóval ez megmenti, viszont annyira nagyon nem tenném előre. A mókusos pálya, mármint nem mókusok voltak rajta, hanem hordok. Hú, de jaj, a rakéták nagyon felhúzzák, alapból C lenne, de itt lehet rakétákat kilőni, ami a kis szívemnek oly kedves. Szóval az elfogultságom emeli föl B-re. De itt kapjuk meg a bárányjá változtató fegyvert, ami úristen degagyi. A következő, itt lehet csúszkálni, itt lehet repülni, és az ellenfelek is nagyon jók. Mászkálni kell kint a falakon, a plafonon, jók az ellenfelek, sok fele lehet menni. Ez egy maximálisan opája. No. Hát, ez C. Itt is ölj meg X mennyiségű enemit, és ennyiből áll a pálya. Szűk is. Nem, semmi kreativitás nincs benne. Ha megvan a nagy robbantó, akkor elsőre le lehet venni mindenkit. Ez a pálya nagyon missz. Úristen, és ez az óriás robotos boss fight annyira időhúzó, annyira semmilyen. Ahogy át kell menni a hídon, az is csak simán önti be az enemit a játék, és csinálj velük valamit. Ez egy rossz pálya. Azt kell, hogy mondjam. Ezzel ellentétben viszont annyira jó sem. Jaj, de a repülős részek, amikor repülni kell, és free-be lehet flyolni bármerre, olyan, mint hogyha egy nyitott világú játék lenne onnastól. Zseniális. Nagyon jó a pálya design. No, ezen a pályán kapjuk meg először a kis kék szőrmókokat, ami egy jó pálya. Vannak rajta civilek, a robotok félbetörnek és szétrugdossák a fejünket. Itt van az elrejtett piramis, amit amúgy nem vettünk föl. Azt kihagytuk a játékból. Most jut eszembe. Van még hangja a streamnek? Van még hangja a streamnek? Van, jól van. No, kövi, jeges. Jézus, ezen de nagyon nem tudok mit kezdeni. Oké, hogy lehet rajta kristályokat gyűjteni. De azok a rohadt medvék borzalmasan erősek, és ha beleesel a jégbe, azonnal meghalsz. Nem, ezt a pályát csak simán szeretném végig speedrunolni, és soha többé nem beszélni róla. Ó, az utolsó pálya még borzalmasabb. Szinte nem emlékszek belőle semmire, a boss fight is nagyon gyenge. Nem, ez kár, hogy az utolsó pályája ennyire felejthető, mert így valamennyire rányomja a bélyegét a játékra is. Szerencsére nekem nem hagy ekkora nyomot, mivel szinte nem is emlékszek az utolsó pályából semmire. De sajnálom, hogy ez az utolsó pálya ennyire rossz lett. No, ez lett a második játéknak a ranglistája. Hát remélem az első játékból még emlékszünk valamire, mert nem sokra. Ezen csak fussunk végig gyorsan, vagy keresgéljük meg, hogy melyik pálya melyik. Azt hiszem ez volt az első pálya. Nem a legelső, ahol kezdünk, hanem az első játszható pálya. Hát, gyenge. De nem volt rajta semmi emlékezetes. Az ellenfelek is olyan egy helybe állnak és lövöldöznek.
úszkálni kellett rajta, nem volt rajta semmi izgalmas, ez egy gagyi első pálya volt. Aztán... Ó, ez volt a játék első pályája, ami tényleg a legelső. Meg itt volt az utolsó boss fight, és ez egy közepes első pálya, meg egy közepes utolsó. Túl sokat nem tudok elmondani róla. A favágós pálya... Ez se tetszett, az ellenfelek ugyanúgy unalmasak. Nagyon lineális, nagyon könnyű rajta eltévedni. Ez egy uncsi pálya volt, és... Ennyi. Ezt tudta. Aztán, ez már egy picit kreatívabb volt. Már nem hiszem, hogy ott érdemel. Itt volt az a bezárt nagy csavar, ami viszonylag jól el volt dugva, és olyan kreatív volt, de... Így sincs semmi, amit föl tudnék idézni. Kövi... Azt sem tudom, melyik volt a kövi pályam. Ez? Ó, oh, igen, a város. Hát itt kapjuk meg Clankre a repülőzést. Itt vannak a robotkutyák, itt kell mászni épületet, a kis ügyességi résszel, de... Ez is egy nagyon pici pálya. Egy egészen felejthető is, annyira nem jó. Nem tetszett. Következő... Haladjunk sorba, nem tudom melyik lehet a következő. Ez az a pálya, ahol le kellett szivattyúzni a vizet. Igen, ebben a részben volt a szivattyúzás. És itt volt a versenyzés. Jaj, mind a két versenyzős rész borzalmasan rossz volt. Nekem nem tetszett egyik se. Irányíthatatlan volt. Az ellenfelek túl gyorsak voltak. Á, de mégis egy versenyzős szakasz. Azok olyan közepesen jók cég. No, ezen a pályán ugyanúgy volt versenyzés, és itt kaptuk meg a robottá változtatós cuccot, ami... Jaj, de nagyon borzasztó volt ez a robottá változtatós hülyeség. Mi volt még ezen a pályán? Nem, erre a pályára már szinte nem is emlékszek. Unalmas B. Ez viszont egy kimondottan jó pálya volt. Sok ládával, sok enemivel. A pályadizájn végre viszonylag jó volt. Mind a két irányba. A pályán két fele lehetett menni, mind a kettő viszonylag izgalmas volt. És itt kellett kilőni a nagy repülőt. Repülőt. Tudjátok ti. A nagy repülőt. Nézzétek vissza. A nagy repülő. Az izgalmas volt, azt tetszett. No, ez a pálya ugyanúgy jó volt. Űrös. Vagy ez az a pálya, amire gondolok? Jaj, nem, ez a bezárt, ahol nem lehetett kimenni, és Clank mászkált. Hát ez egy B-s. Itt kellett megküzdeni a nagy háromfejű fisfossal. Felejthető. Nem volt benne semmi. Aztán a háborús pálya. Itt kapjuk meg a rakétavetőt, a csavarkeresgélős fegyvert, vagy hát nem fegyvert, hanem eszközt, de nem használtuk. Annyira nem volt jó. Következő. Azt hiszem itt kellett megküzdeni Quarka, és itt voltunk az űrbe. Az olyan kis kreatív pálya volt, de túl sokra innen sem emlékszek, szóval... De az űr nagy nyomot hagy, szóval... Legyen a... Ez... Az áramos pálya, az végre egy S-es, az nagyon jó volt. Amikor a levegőbe kellett ugrálni, igaz csak egy nagy csavarért, de az nagyon jó volt. Az, hogy nem tudtuk használni Clanket, az is nagyon jó volt, ötletes, valahogy hátra kellett hagyni mégis. Meg itt kapjuk meg a vásárolgatós fegyvert, gadgetet. Jó pálya. Ugyanúgy, mint a vizes. Kellett repülőgépezni, kellett víz alatt túszkálni, feladványozni, viszonylag nehéz is volt.
Hú, azok a kis ugrálós halak, azok nagyon emlékezetes, szóval maximálisan S. Ez is egy jó pálya. Klenkel kellett az elején mászkálni, mert Ratchetnek nem volt akkor még maszkja. Kreatív. Jó pálya. Itt kellett megküzdeni Quarknak a... hát a szörnyecskéjével, meg itt próbált minket elárulni, de... egy random felejthető pálya. Itt kellett a robot képességet használni, ami annyira brutálisan időhúzó volt, hogy leírhatatlan, borzalom. De igaz, hogy át kellett változni óriás Clanké és zúzni egy picit, de nem javított rajta. Ez a lávás pálya, sokszor kellett újra kezdeni. Itt voltak azok a kis robbanós vicek, vacakok, amiket nem lehetett könnyen elpusztítani, és kb. Mindig rárobbantak az emberre. Felejthető. Ez a legpozitívabb szó, amit tudok rá mondani, hogy felejthető. Az első pálya még egyszer, vagy lehet, hogy az utolsó, első-utolsó ugyanaz. Egy közepesen jó első-utolsó pálya. Itt kellett ugyanúgy átverni a robotokat. Viszonylag volt egy nagy tér, ahol sok ellenség volt, és viszonylag nehéz volt, de nem tetszett. Az űrhajók külsején is kellett mászkálni, de nem volt jó. Nagyon felejthető volt. C. Hát, ennek a játéknak a pályái nem túl bizalomgerjesztőek az előzőekhez képest. Na mindegy. De több a B-s. Itt viszonylag... de nagyon kevés a magas értékelésű. Ez nem volt egy túl jó értékelésű játék. Na, gyors, dobáljuk be a bosszokat. Ja nem, ezek a sima ellenfelek. De itt vannak bosszok is. A bosszokat most kihagyjuk. Mert ahhoz van egy külön tier listánk. Tier listünk. No, a repülő békák. Ja, ezek nagyon erősek voltak. Leestek a földre, szóval kétszer kellett őket megölni. Nagyon messziről tudtak támadni, és a lövéseik a földön alattunk maradtak, szóval nagyon erősek. A kis harabdálós gyíkok nem túl kreatívak. Erősnek, szó-szó erősek, semmilyenek. Hát ezek a nyálka vackok is, amik kimásztak a szellőzőkből, ezek is nagyon felejthetőek. A harmadik játéknak a nyálkái szétszakadnak, és a kicsik is jönnek. Ezek kreatív, tetszik, ez egy jó ellenfél. Ez azt hiszem a második játéknak az egyik kis szörnyecskéje, olyan, mint ez, csak egy másik féle kis ellenség. Hát, kis ellenség. Ja. Ez bossnak minősül? Nem. Hát gondolom azért, mert nincs boss blárja. Szóval ez is ellenség, de... de erős. De erős. Plusz a vize egyből öl. Oh. Itt nem tudom, hogy ez olyan tier list, hogy erős ellenfelek, vagy jó ellenfelek, mert ezek így egybe tartalmazzák. Az első játéknak a favágói semmilyenek, teljesen kreatívmentesek, kreativitásmentesek, egy random enemy, gyenge, vacak. Ó, a kis robotok, amiket Courtney idéz. Hát, pörögnek, viszonylag gyorsan meghalnak, de idegesítőek, szóval B. Jaj, az arénás, harabdálós cuccok, ezeknek a hátán ülnek is, szóval ez egy nagyon jó enemy. Lehet, hogy S. Ők nagyon jók, kreatívak is. Az arénás robotok a harmadik részből. Ha nem túl erősek, nem túl gyengék, semmilyenek. Ez egy viszonylag jó kis ellenfél, szóval tetszik. Az első résznek a kis lövöldözői, ezt az előző
első játék pályáinak az elemzése során mondtam, hogy egy helybe állnak és lőnek. Ennyi. Ezzel elmondtam róluk mindent. A bombadobálósok az első részből, ezek elbújnak a fűbe, és ott rejtőznek, mint a kutyaszar, és egyszer csak előbújnak, és szétverik a fejedet. Zseniális! Hát ezekkel ellentétben, mert ők állnak egy helybe és lőnek. Ők már valamivel erősebbek, de még mindig nagyon bénák. Jaj, ezeket meg nem is említve, csak azért a B. Azért B-sek, mert tudnak repülni. Ennyi. Semmi nincs bennük. Hát ez a Quarknak, a Quarkos pályának a kis plusz ellenfelei a repülős résznél. Semmit nem csinálnak, olyan mintha ott se lennének. Borzalmas. Ezt lejjebb is rakom, ezt a kettőt. Ezt is. Borzalom. Szarok. Konkrétan szarok. A D a szar. No, Kevin. Ők az első játékból vannak. De uncsik. Ők már kicsit nehezebbek, meg kis projektát lőnek a földre, amit át kell ugrani, de... Hát így se túl kreatívak. Az első játéknak a pici ellenfelei, bár velük nem találkoztunk, vagy nem is tudom. Elrepülnek előlünk, és hagynak maguk után valamit. Ennyit tudok róluk, szóval nem túl kreatívak. Kövi. A tank az első játékból. Nem tudok róla mit mondani. Erős, de ennyi. Ezt tudja. A kutya robotok az első játékból. Szó. Hát ez a factory pálya. Ugyanolyan, mint a favágó robot. Nem jobb az egyik a másiknál, és mind a kettő gagyesz. Jaj, Courtney Love. Nem, ő boss. No, a kis repülős... Ez nem is tudom, melyik játékból van. Hát egy pici ellenfél, de repül, szóval. B. Legyen B. Megszavazom neki, max infláljuk. A repülőszem nagyon erős. Viszonylag sokat bír, és olyan balanszolt. Nagyot sebez, viszonylag könnyen meghal, de veszélyes. Veszélyes, ez a legjobb szóra. No, az első játék legelső kezdő ellenfelei. Ők legalább olyan kis jó pofák. Nem tudok rá róluk se túl sokat mondani, de ők jó pofák. A pofán rugdosós lövöldözős enemik, hát... Annyira vicces, hogy leszakad a fejük, és oda jönnek, és azért még szájba rúgnak. Zseniális. Ők megérdemlik az alt. Ők tetszettek. Az első játéknak a kis hazmatos vackai. Mindent, ami első játék és ellenfél, azt annyira a D-be raknám, annyira elfogult vagyok velük, annyira bének. Jaj, ezzel a tankkal meg ugyanúgy nem tudok mit kezdeni, mert kb. Szerintem csak egyszer bukkan fel a játékba, ott, ahol a Rino fegyvert meg tudjuk venni. Gagyi, maximálisan gagyi. A harmadik résznek a kis szúnyogai. Hát ők annyira nem repülnek. Jaj, tudom ez honnan van, ez az első játékból, szóval... Jönnek ide. Ez az egyetlen kis ellenfél, ami fölkerülhet B-be. A kutyák a második részből. Hát ezek is csak egy kis enemik, de olyan aranyosak. Kövi. A második résznek a gladiátorai. Ugyanoda kerül, mint a harmadik rész gladiátorai. A második résznek az óriás robot ninjái. Nem tetszettek. Azok is csak az időhúzás miatt voltak benne a boss fightban. Ez a második résznek a kis ellenfelei. De ők nagyon gagyik voltak. A dizájnjuk is nagyon gagyi, olyan, mint a békái. Azok is jönnek ide. A második rész
csatornás pályájának a kis lövöldözős vicek vacakjai. Felejthető. Kövi. Ja, így látnom kéne, hogy mi jön, mert bosszokat nem rakunk be. Oj, törpe ninja, hogy hívták őket? Lil ninja, mikroninjak. Zseniális, egy ágyúból lövöldözik ki magukat. Ők az STR kis ellenfelek. Zseniális. Én az összes létező ellenfelet lecserélném mikroninjára. Kérek egy ilyen játékot. Ó, basszus, mennyi van még? Az óriás robotok a harmadik részből nagyon erősek. Tankosak. És menő, hogy szétesnek. A kis lövöldözősek, az ő lövéseiket meg vissza lehet lőni. Tök fasza. Hát, arénás robot. B. Óriás robot. Nem tetszett. Viszonylag gyenge. Se nem tankos. Az óriás robot mi volt, ha veszik el vele? Olyan kis uncsi. Hát ezek a kis ellenfelek fölbukkannak a kövi részbe is, és minden részben olyan jó pofák, olyan kis hasznosak. Gladiátor B. Kukarobot C. Csak karikába lövöldözés, ennyi. Uncsi. Hát ezt is kb. Ezen az egy pályán láttuk. Nem csinál semmit, lő maga elé, és teljesen unalmas. Úristen, a második résznek az óriás robotjai. Ezek még veszélyesebbek, mint a harmadik részé. Viszont nem annyira interaktívak, szóval ők csak bések. A második résznek az őrzővédő robotjai. Hát nagyon messziről szét lehet őket lőni. A feladatukat egyáltalán nem végzik el, szóval... Gagyeszek! A takarító kis robotok a második részből. Felejthetőek, unalmasak, olyan, mint a kis ellenfelek. Unblock, csak még rosszabbak. A második résznek a lövöldözős robotjai. Hozzájuk keresem ezeket, mert ugyanoda tartoznak, és ugyanannyira veszélyesek. Amennyire idegesítőek, annyira veszélyesek, és mind a kettő egy jó tulajdonság egy ellenfélnek. Szóval maximálisan A, mind a kettő. Aztán... Hát, ezek azok, akik maguk után hagyosgatják a kis aknákat. Viszonylag futkározósak, de nagyon felejthetőek. A mikrorobotok a stúdióból. Felejthetők, gagyik. Nem. Arénás robotok. Róluk nem tudok mit mondani. Az első pályának a kis ellenfelei. Így. Mókus. Jaj, ez annyira cuki, B. Ő egy közepes. Az első pályának a tiki ellenfelei. Nem, annyira nem. Nagyon kis felejthetőek. Kövi. A csigák. Ők bujkáltak vízbe, szóval nem bések, de nem is alsók. Szó. Kispókok. Ők már majdnem aréna robot szintűek, szóval simán beférnek egy B-be. Nem átlagos kis ellenfelek, olyan jó helyre valóak. Igen. Jaj, ezek a kis retkek. Lehet velük beszélgetni. B. Legyen. B. Ja. Kövi. Normál méretű ninják. Tudnak dobálni, tudnak közel jönni, és szaltóznak. Ez fontos. A szaltózás miatt kapnak egy B-t. Kövi, az első játéknak a mini harabdálósai. Unalmas. Maximálisan unalmas. Jaj, a kis... Ezek kis ellenfelek, viszont szaporodnak. Sok van belőlük, és ha egyet meghagysz, akkor újra terem az összes. Kreatív.
ő nem tudom mi, nem is akarom tudni. Biztos, hogy az első játékból van is gagyi. Az első játéknak a polipjem. Nem. Gagyi. Gagyi. Az első játéknak a halai. Azok annyira kemények. Ők nagyon kemények. Ők megérdemlik a B-t. A Quark robotok nagyon erősek, tankosak, megölnek. Nagyon erősek. Az első játéknak a kis robot kutyái, gagyesz, ez az űrös pályán volt, ugyanúgy gagyik. Hát tank, egy ilyen tankunk nem volt, mert ez mivel különbözik? Legyen, hát egy tank, nem túl sokat lehet elmondani egy tankról. Ez a kettő full ugyanaz. Így egymás mellé is rakom. Így. Ez a kettő full ugyanaz, csak az egyik robot, a másik meg nem. De ugyanúgy gagyik. Ez ugyanúgy a favágó robot megy is mellé. Gagyi, unalmas. Együttés. Bele se kellett volna rakni. A kis robotok, ők vannak az első részben is, meg a harmadikban is. Hát egy sima, közelharci kis ellenfelek. Ez nem tudom mit, nem is akarom tudni, az első játékban van, szóval maradjanak is ott. Sorry, hogy ilyen gyorsan haladunk, de... Hú, hát ez... Azt hittem, hogy ez egy... laza stream lesz, de már kezdek kilenni. Az első... Miért nincs egy lejjebb lévő tír? Ezek a robotok, ezek gusztustalanul gagyik. Nagyon. Buditra gagyik. A cápák. Azok nagyon félelmetes. A cápák a legparább ellenfelek a játékban. A sniperek a harmadik részből viszonylag erősek. A paracápákat ne rakjam följön. Ezek biztos, hogy essesek. Ez fix. Az első játéknak az egyetlen értékelhető ellenfele. Ezt meg kell, hogy díjazzam. Kicsit lejjebb pörgetem, mert... már alig látszik. No, a kis köpködős a sivatagból. De viszonylag erősek voltak, de ennyi, amit el tudok róluk mondani. A csápos a harmadik részből, igen. Viszonylag erős volt, de ennyi. Ezt tudta mind. Hát ez egy arénás robot, de abból gagyi. Kövi. A harmadik résznek az alapellenfelei. B. Egy közép. Se nem jó, se nem rossz. Ugyanezt lehet elmondani a második résznek a lövős ellenfeleiről. Ez kettő kb. Olyan, mint hogyha testvérek lennének, de... Szia, Ildikó! Végre megcsináljuk a Ratchet & Clank tier listet. Picit már a végére értél, mert megcsináltuk a fegyvereknek a tier listáját, meg az első három játék pályáinak a tier listáját. De valahol biztos, hogy visszanézhető lehet. Hát ez... Te maradtál le, nem én. De visszanézhető lesz. Valahol fixen vissza tudod majd nézni, ha más nem a végeredményeit. Ott tartunk, hogy ellenfelek, sima ellenfelek, még nem a bosszok, hanem csak a játékoknak az ellenfelei. Viszonylag már egy picit haladósan, mert hát kicsit hosszabbra sikerült ez a kis összeszedegetés, mint hittem. Szóval azért nem játszunk, mert egy kicsit fáradt vagyok a játékhoz, de hát nem lett jobb. Na mindegy. Folytassuk. Hol tartottunk? Ez a második résznek a lövöldözősei a City-s pályából. Egy közepes, hanyagolható ellenfél. Nem jó, nem rossz. Ez az első játéknak az ellenfelem. Nem nagyon emlékszek rá, szóval nem mond el róla túl sokan.
ez a harmadik résznek az első pályáján szerepel csak, de ők irányítják a kis robotokat, szóval olyan B. Túl sokat róluk se tudok elmondani. Ezek a felhőkarcolós pályán vannak, és viszonylag bírják a lövéseket is. Közel is tudnak kerülni, szóval olyan kis veszélyes, de mégis olyan közepes ellenfelek, de abból a jobbik fajta. No, a kis repülős a harmadik játékból. Hát túl sokat róluk se tudok elmondani. A jeges medvék, azokat már szeretném fölrakni S-be. Amennyire brutálisan idegesítőek és nagyon erősek és minden leviszik az arcodat. Nem. Annyira idegesítőek, hogy nem kerülhetnek S-be. Ők egy os. Os ellenfelek. Ezután... Hát ez a kettő nem tudom mi, de biztos, hogy az első játékból van, és nem is szeretnék velük foglalkozni. Az első játékot szeretném el is felejteni. Ezek pedig a harmadik játékból a kis kardos ellenfelek a második arénás pályáról. Hát egy közepes ellenfelek. Nem erősek, nem gyengék, de nem is tudnak túl sokat. No. Ezek a játékok ellenfelei. Szó-szó, én megelégszek velük. Csak annak örülök, hogy sikerült őket bepakolja. No, nézzük azokat a bosszokat. No, ő a következő játékban lesz benne, szóval őt még nem tudjuk értékelni. Az első játéknak a pókgyík ellenfele. Hát egy közepes ellenfél, viszonylag veszélyes, tankos. Kis ellenfél, szóval valahol azt is számításba kell venni, hogy mennyire veszélyesek ránk nézve. Nagyon kreatívak, megsokszorozzák magukat, de túl nagy veszélyt nem jelentenek ránk. Szóval csak azért kapnak A-t is, mert olyan kis központi karakterek. No. A pók a második arénából. Hát nagyon gyorsan le lehet speedrunolni, és kb. Hozzánk se tud érni. Szóval... Oké. Ez egy oké. No, a forgós a második résznek az első arénájából erős. Ha lesebezzük egy nagyon picit is, azonnal lefekszik, és fix, hogy megsebez. Nem lehet ezt a karaktert úgy legyilkolni, hogy ne sebezzen meg. No, a harmadik résznek az utolsó bossza. Iszonyatosan gyenge. Ha picit ügyesebb vagy, és a repülővel úgy, hogy nem ér hozzád, úgy le lehet szólózni az utolsó bosszt. Nem, X. Borzalmas. A legutolsó játék, legutolsó ellenfele is... Mintha speedrun lenne. Jaj, borzalmas. Az első játékban a Quark szabadítja ránk ezt a kis nem tudom mit, de hát bele kell vezetni a lávába, viszonylag könnyű elkerülni a lövéseit. Ennyit tudok elmondani róla. Gyenge, gagyi, ötlettelen. No, a kardos a második résznek az első arénájából. Hú, hát amikor a találat nélkül kellett megölni őt a kis karda, akkor érződik csak, hogy mennyire erős. Viszonylag gyorsan le lehet tolni, szóval egy okénél nem tudok neki jobbat adni. Kornilav! Mwah. Hát most nem fogjuk meghallgatni a videóklipjét, de képzeljétek ide a videóklipet. Adok rá egy 10 másodpercet.
Jó, ez csak három volt, de megvolt. Oh. Kövi, a harmadik résznek az arénájából a bosszok. Őket egy helyre rakom, mert mind a kettő ugyanolyan kis semmilyen. Nagyon kevés a HP-juk. Nem, nem jók. Több HP-juknak kellene, hogy legyen. Amíg nincsenek fejlesztve a fegyverek, addig is nagyon gyorsan le lehet őket tolni, szóval nem is bosszok. Aztán a második résznek az óriás robotja. Annyira időhúzó, annyira pocsék. Főleg, hogy nem a saját fegyvereinkkel kell lelőni, hanem azokkal a kis turetekkel, amiket még irányítani is viszonylag nehéz. Borzalom. Nem. Azt kihagyhatták volna. Ezek majd a következő játékban lesznek benne, szóval nem tudok róluk nyilatkozni. Harmadik résznek az óriás klenkes részem. Hát túl sok minden nem tud velünk csinálni, de mégiscsak klenk, szóval... Szó-szó. A harmadik résznek a második arénájának a kukaca. Szép lassan esik szét, szóval nagyon sok HP-ja van. A kis részeit ugyanúgy le kell gyilkolászni, szóval nagyon erős. Ez egy jó ellenfél. Ez egy kimondottan jó ellenfél. Ezután. Hát az inváziós pályának, a csatornás részének a bossza. Nem túl sokat tudok elmondani róla. Egy viszonylag egyszerű boss fight. Van benne egy kreatív kameranézet, de ennyi. Ezt tudja, ez mind. Ez micsoda? Ja, a második résznek az UFO-ja. Hát... Ezt a kettőt valahogy párhuzamba kéne egymással állítani. Melyik a jobb? Mind a kettő az óriás klenkkel kell harcolni vele. De az UFO-sat egy picit följebb tenném, szóval ez legyen okés. És a két óriás robotharc, ez olyan... gyenge. Csak püffölni kell a másikat, üt, ennyiből áll a boss fight, nem. A második résznek az utolsó ellenfele. Gagyi! Annyira ötlettelen, annyira semmilyen. A legutolsó boss, és ő a legkreatívtalanabb az egész játékba. Nehéz lenne elképzelni nála kevésbé kreatív bosst. Ki is hagyhatták volna. Na mindegy. A harmadik játéknak a fő ellenfele. Hát, mint fő ellenfél... Csak simán oké. Az ütései viszonylag erősek, nagyon sok ütést bír. Viszont az egész játékon keresztül tartó jelenléte úgy hozzáad. Egy karakter lesz tőle, szóval... jó. Jó, ő kifejezetten egy elmegy. Így van, ez mi? Ezt nem tudom kinézni, ez mi lehet? Lehet, hogy az első játékból a Quarknak a hajója? Ezt csak azért ide rakom, mert nem tudom mi ez. Ez a kettő a következő játéknak a bosszai. Ez a harmadik játéknak az arénás bosszam. Hát őt se lehet úgy megölni, hogy ne kapjunk sebzést. Ezt a kettőt párba raknám. Szinte mondhatnám, hogy testvérek, ugyanolyan idegesítő, ugyanúgy nem lehet tőlük sebzés nélkül megszökni. Erősek, kimondottan erősek. Ú, a csatornás harabdálós boss. Hát erre jól rá kell készülni, ez kimondottan erős és megfingatós harc. No, következő. A második résznek a legelső bossza, ami... Hát nem is mondanám nagyon bossnak, de mégiscsak egy nagy ellenfél. Elmegy. Nagyon kis tutoriál boss.
Annak viszont tökéletes. Ez micsoda? Rá emlékszek, de nem tudom honnan. Ja igen, a harmadik részben vele harcol meg Clank a stúdióba. Jaj, ez a stúdiós boss fight, ez nagyon jó. Itt besoroltuk a stúdiós boss fightnak a ninjáin nagyon gagyik, viszont maga a szörnye annyira jó. Az egész pálya hozzáad. A pályát is hozzásorolnám a bosshoz, szóval maximálisan jó. Es nem lesz, de egy erős. No, következő. Hát ez a repülő, ez sehogy nem jó. Egy kis karikába kell ugrálni előle, és ennyi. Hát őt nem tudom hova rakni, mert ő nem ellenfél, ő egy karakter. Neki van az óriás bosszos, vagy ez az lenne? Amikor az óriás robot alakjában van? Mert akkor ez maximálisan X. Ő nem kell ide, de nem, ez az óriás robot. Hát... Passz. Na és ez mi? Ja, az első játéknak a fő ellenfele. Nem tudom, hogy azért volt olyan erős, mert nem volt hozzá elég töltényünk, vagy csak úgy önmagában viszonylag erős, de a képességei is egész jók. Meg mégiscsak el akar pusztítani egy egész bolygót, úgyhogy a darabjait fel akarja használni, szóval olyan erős. De nincs egy szinten vele. Na, legyen egy közepes. No, a második játékból a lány Ratchet. Ha vele se tudok mit kezdeni, de mivel lány Ratchet és egy kicsit sipelendő, ezért ő egy jó boss. No, ők a következő játéknak a bosszai. Ez pedig a repülőgép a Dexes pályáról. Ezt még tudom is. Hoppá, mi történt? Tunya! Üdvözöllek a csatornán! Hát, mondhatnám, hogy a tier listának a végére értél ide, de ez igaz lenne. Szóval, ezek itt a bosszaink az összes játékból. Courtney Love. Nem nézzük meg a klipjét, tuti copyrightos. De a következő streamet tuti, hogy Courtney Love-val fogunk kezdeni, szóval hogyha holnap valaki itt lesz reggel 10-kor, akkor Courtney Love klippel fogunk kezdeni. Csak úgy mondom. Szia Jászmin, köszönöm szépen a rózsát! A stream végére Jászmin földobta a hangulatot egy darab rózsával, köszönjük szépen, de kérlek ne küldj többet, majd ezt pótold be holnap. Hát ez hosszabbra sikerült, mint vártam. És talán jobban el is fáradtam, mintha játszottunk volna. Ó, hát... Amúgy pont most fejezném be, de Jászmin rózsái még itt tartanak egy picit. Amíg küldtök rózsákat, addig nem alszunk. Nem, hazudtam, mindjárt vége. No, gyors végigpörgetjük még a tier listákat, de csak mert Jászmin még pörgeti a rózsákat, nem bír leállni. Várj, ezt meg vissza tudom rakni. Várja, így. Na, hol van? Á, na, tessék, ez csak és kizárólag neked. Tessék. Töltögessed. Ez a te csíkod. Ákos volt. Hát akkor Ákost
STR-be rakom. Nézd, ide. Ákos ide kerül. Így, ő egy STR-es. Gyerekek, ezt tartogassátok már holnapra. Holnap is föl kéne kerülni valahogy a top Twitch live-ok közé. Ne a végét turbozzátok be. No, gyors, menjünk végig a fegyverekem. Hát a rakétavetők előre kerültek. A rinókat nézzük meg gyorsan. Hol vannak a rinók? Ez a harmadik résznek a rinója. Szerintem borzalmas, maga a dizájn se tetszik. És az, hogy elvakít, az abszolút nagyon rossz. Az első résznek a rinója itt van. Hát ez egy olyan közepes, megöl mindent, viszonylag lassan lő. Nem tudok vele mit kezdeni. A második résznek a rinója viszont annyira pöpec, maga a kinézete is 10/10. Úristen, betöltöttétek mind a 10-et? Hát... köszönöm szépen az rózsákat. Rózsa. 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 Köszönöm. NPC stream is lesz. Mit szóltok? Jó volt? Csináljunk még ilyen streameket? Rózsa. Rózsa. A GG-nél mit szoktak csinálni? Ezt gyors írjátok meg. A szívecskénél tudom, hogy így egy pipát mutatnak az ujjukkal. GG! Így? Így jó volt? Vagy GG? Így kem? GG! Mit csinálunk még? Tornázunk, küldjetek súlyzók. Na jó, lelövöm gyors a streamet még, mielőtt tovább pumpáljátok. Fagyi, nyam-nyam. Spicy. 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 Szerintem nagyon rossz fele tartunk, szóval ezt itt és most abba hagyjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Aki esetleg visszanézni ezt a streamet, annak hát így utólag is elnézést. Köszönöm szépen az ajándékokat. Nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Hello mindenki. Sziasztok. Hihi.